Az élvonalbeli csapatok már elkezdték a felkészülést, az NB2-es együttesek zöme azonban csak július 1-én áll majd munkába. Az átszervezés után 16 csapatos lesz az egycsoportos másodosztály mezőnye, egyelőre azonban még csak 15 gárda mondhatja magát biztos indulónak. A Nyíregyháza Spartakusz és az Újonc Várdersre mellett a Vasas, a Békés Csaba, a Balmazújváros, a Siófok, a Kozármisleny, a Gyirmút, az Alegerszeg, az Ajka, a Tatabánya, a Szigetszent Miklós, a Cegléd, a Dunaújváros és a Szolnok várhatja a sorsolást. Arról, hogy az NB1-ből kieső, de NB2-es licenszhez nem jutó Eger helyét kifoglalja el, csak később dönt a szövetség. Ahogyan az megszokott, a Holt idényben mindenhol igyekeznek megerősíteni a csapatokat. A héten eldőlt, hogy Nyíregyházán az a Győrből távozó Sándor István lesz a szakmai igazgató, aki 2 évtizeddel ezelőtt edzőként már dolgozott a Sparinál. A vezetőedző továbbra is Lucsánszky Tamás, aki az új igazgatóval karöltve csütörtökön kezdte el az egyeztetéseket a futballistákkal. A jövő hét végére közepére derülhet ki, hogy kik távoznak, kik maradnak, illetve kik érkeznek a piroskékekhez. Az Újonc Várda esélynél természetesen a sikeredző Révész Attila tervezi a jövőt. Mivel a csapat meglehetősen szűkös kerettel játszotta végig a szezont, több új játékos érkezése várható. Kisvárdán továbbra is a megyebeli futballisták szerepeltetését tartják szem előtt, akik között lesznek majd profi, illetve félprofi státuszú labdarúgók is. Az NB3-as bajnok feljutás kiharcoló csapatból ketten biztosan nem lépnek majd pályára az NB2-ben, Iván Attila a távozás mellett döntött, a korábbi kapitány Bagin Sándor pedig technikai vezetőként folytatja.